szokásostól eltérő tartási mozgást irányított a kisasszony, és ennek során történt a baleset. Az volt az eltérés a korábbi megszokottakhoz képest, hogy a szerelvényre bejáró mozdony után egy másik vágányra a mögötte álló pályafenntartó gép is közlekedett. És ennek a közlekedés biztosításához szükség volt egy másik váltónak is az állítására, így a tolatás során a tolatás vezető kisasszony egy másik váltó felé haladt, amit át kellett állítania, amit egyébként nem kellett volna, nem szoktak, és elmozgás során történt a baleset, a mozdony valamiért elindult, és a váltó felé haladó tolatás vezető hölgyet elütötte, és hát bizony majdnem meghalt. Az ütközés következtében hosszú időn keresztül volt kórházba, és mindig nem épült fel teljes körülön. Mi úgy ítéljük meg, az eseményeket ismerve, nyilván nem vagyok hatóság, nem vagyok jóisten, vagy a hölgy étlen ebben a szerencsétlen szituációban, és nagyon reméljük, hogy teljes felépülése lesz, és persze azt is reméljük, hogy a munkáltató testmelszerességgel kiáll mellett és segíti őt abban, hogy újra tudja majd a munkáját végezni, és a már az érti területén. Hiszen a sérülés következtében, amennyiben a felépülés nem teljes, abban is számolnia kell, hogy a munkahelyét is veszti, hiszen orvosra alkalmatlan, ha is vállalt a munkának a betöltésére, és ezt mindenképpen szeretnénk megelőzni, és kérjük is a márnak a abszolút segítségét. Ezek hozzátartozik a történethez, de nem gondolom, hogy összefüggés van a közvetlen összefüggésben balesettel. A MÁZ életénél a munka és védőeszközök ellátása elég nehézkesen zajlik. Ez esetben is például a vizsgálás során megalapítás nyert, hogy az a védőcipő, amit neki viselni kellett volna, az bizony már arra alkalmatlan volt, hogy a védőszerepét vette, javutörvényként talpa a cipellőnek. Ez is akár nehezítette is a bárhányokon való haladásba. Ez pótolva lett nagy nehezen a MÁZ életi által. Hát ilyen körülmények is nehezítik a mindennapi munkavégzést, úgyhogy teljes értékű embert kíván. Ez a fajta tevékenység, a vasút veszélyes üzem, nagyon könnyen megtörténik a baleset, főleg akkor, hogyha megszokottól eltérő a forgalmi szabályozás, és itt pedig ez az állapot állt fel. Az baleseteknek a talán 80-90%-a ilyen szituációban keletkezik, amikor, ahogy már mondtam, egy megszokott a rutinszerű eljárásra eltérő a szabályozás, és erre a forgalmat szabályozó munkavállaló úgy vélem, hogy kellő felkészültséggel nem bírna, ez akár az oktatási hiánnyal is visszavezethető. Azok számára, akik a vágányok helyszínáltási váltókat kezelnek, rendkívüli kockázatokat bír, hiszen elég egy pillanatnyi figyelemkihagyás, és megtörténhet a baj, arról nem is beszélve, hogy általában ezek több szereplős munkafolyamatok, a másik figyelmére is, utasítás ismeretére is, lelkismeretére is nagyon nagy súlyt kell fektetni, hiszen a másik kollega élete a kezében van. Tehát, ha úgy tetszik, akár kiszolgáltatott is egy második vagy egy harmadik fél általi való cselekvés következményeinek.